Megérett a jóízű alma a nyírségben. A nyírmadai állami gazdaságban megkezdődött a szedés. A gyümölcsös 500 holdjáról jó termést várnak a szakemberek. A szüretelés különös gondot igényel. Minél kevesebb átrakást, rászkódást, nehogy a héj megsérüljön. A laza futóhomokon a nagyobb mennyiségű szállítást traktorvonta csúszótalpal oldották meg. Az osztályozó mellett hatalmas ládapiramisok várják az almát. Az osztályozóban a lerakodást emelő villás traktor végzi. Gépi erővel történik a ládák kiürítése is. Az új, nem régen összeállított manipulációs gépsoron puha szövésű görgőkön indul az alma folyam, tisztítását gépi kepe végzi. Haladás közben minőségileg gondosan ellenőrzik, és a hibás, szár nélküli vagy sérült gyümölcsöt különválasztják az egészségesektől. A nagyság szerinti osztályozás után puha, gumifelületű csomagoló korongra kerül a zamatos nyírségi alma, ahol márkát jelző védőpapírba burkolva csomagolják.